Sziasztok! 7 óra 34 perc van, én Kaci vagyok, ő pedig az új legjobb barátom, a Huawei MateBook 14. Hardware-tesztekben és bemutatókban gyakran elhangzik a sokoldalúság, de hogy ez pontosan mit is jelent, az mindig van kifejtve. Most arra gondoltam, hogy a hagyományos, asztal mögött ülős bemutató helyett tartsatok inkább velem, és nézzük meg, hogy az én átlagos napomon hogyan dolgozik a kezem alá ez a laptop, és milyen szuper képességeket oldhatnak föl azok, akik nem egyszerű hardverekben, hanem ökoszisztémában gondolkoznak. Reggel általában az első dolgom, hogy átpörgetem a híreket. A bekapcsolás után nem kell vacakolnom a jelszavam bepötyögésével, köszönhetően a bekapcsoló gomba épített új lenyomatolvasónak, a 2K Full View kijelzőn pedig mindenféle tartalom remekül néz ki. A Huawei már évekkel ezelőtt letette a voksát a 3:2-es képarány mellett, a magasabb kijelzőnek köszönhetően pedig többet látunk akár a szerkesztett dokumentumokból, akár a weboldalakból, így nem kell folyton görgetni, kényelmesebben olvashatóak a felületek. A testkijelző arány 90%, a kávák leheletvékonyak, maga a panel pedig 300 nites fényerőt és 1500 az 1-hez kontrasztarányt kínál. Amilyen szeleburdi vagyok, nyilván nem raktam fel este a laptopot töltőre, de a 65 wattos adapterrel nem kell aggódnom emiatt. Alig 15 perc alatt 2,5 órányi energiát pumpál az aksiba, ami nagyon jó jön szorult helyzetekben. Ráadásul az összes többi eszközömet is tölthetem ezzel a kábellel a telefontól a fülhallgatókig. Indulás előtt még be kell fejeznem egy félbehagyott projektet, de a MateBook 14 hardware ilyenkor sem hagy cserben. A motorháztető alatt egy 11. generációs Intel Core i5-1135G7 processzor dolgozik, beépített Iris Xe grafikus chippel, 8 GB RAM és egy 512 GB-os NVMe SSD társaságában. Ha a szokásosnál több craftra van szükségem, akkor a funkció plusz P gomb kombinációval teljesítménymódba kapcsolhatom a laptopot, de a hűtésért felelős Shark Fin hűtőventilátorok tesznek róla, hogy ilyenkor sem melegedjen fel kényelmetlenül a ház. És ha már a háznál járunk, néha én is elhagyom a sajátomat, ilyenkor pedig nem szeretek súlyos hardvereket cipelni. A Huawei MateBook 14 egy strapabíró, kifejezetten letisztult alumínium unibody házat kapott, de még így is csak 1,49 kg-ot nyom, szinte meg sem fogjuk érezni, hogy bedobtuk a táskába, akár tömegközlekedéssel, akár bringával megyünk munkába vagy iskolába. Az elmúlt években az asztali gépem előtt ülve nagyon hozzászoktam a két monitoros setupokhoz, de ez a lehetőség nem mindig adott. A Huawei ökoszisztéma egyik előnye azonban itt ki is domborodik. Ha az embernek van egy kompatibilis táblagépe, mint amilyen például a Huawei MatePad 11, akkor azt néhány kattintással szinkronizálhatja a laptopjával, ami nem csak arra jó, hogy egyszerűen másolgathatunk fájlokat a két eszköz között, hanem egyszerűen nem másodlagos kijelzőként is használhatjuk a tabletet, átdobhatunk oda ablakokat, böngészőfüleket. Ez a funkció egyébként különösen hasznos, amíg ennél is kisebb notebookoknál, amelyekre nem férnek fel a portok. A MateBook 14-ről azonban a vékonyka kialakítás ellenére nem spórolták le a portokat. Kapunk egy C-típusú USB-t, ami a töltés mellett adatátvitelre és egy extra kijelző csatlakoztatásához is használható, egy teljes értékű HDMI portot, egy 3,5 mm-es combo jack csatlakozót, valamint két USB 3.2 Gen 1-es csatlakozót is. Az irodából aztán egy kávézó felé veszem az irányt, mert bár a laptop még bírja, én már merülök. Az előbb is említett Type-C portot egyébként még kikapcsolt állapotban is használhatjuk arra, hogy töltsük vele a többi eszközünket, az 56 wattórás akkumulátornak pedig meg se kottyan, ha kicsit rátöltünk a telefonunkra vagy a fülesünkre. Ahhoz viszont még kábelre sincs szükség, hogy az imént lőtt képet átdobjam a gépre. A Huawei Share funkciónak köszönhetően elég csak hozzáérinteni a mobilt a tapipadhoz, és már is csatlakoztattuk a két eszközt. Ezzel nem csak fájlokat mozgathatunk ide-oda, de akár a mobilappokat is elérhetjük Windows alatt a telefonról streamelve. A munka persze ilyenkor sem áll meg, de a délutáni kólt kényelmesen le tudom bonyolítani. A billentyűzetbe süllyesztett webkamerának hála biztos lehetek benne, hogy csak akkor látnak, ha én is úgy akarom, a két mikrofon pedig gondoskodik róla, hogy engem is jól halljanak. De nem csak a munkában, a szórakozásban is remek társa MateBook 14. A kijelző alacsony kékfény kibocsátásának köszönhetően nem fárad a szemünk, és az alvás problémákat is minimalizálhatjuk. A ház aljába épített hangszórók pedig laptoptól szokatlan hangerővel és tisztasággal szólnak. Játékhoz, filmezéshez, bármilyen multimédiás tartalomfogyasztáshoz ideális. A MateBook 14 önmagában is egy nagyon elegáns, izgalmas gép, ugyanakkor az igazi ereje, ahogy a videóból is látszott, az ökoszisztémában rejlik. A Huawei eszközein nagyon jók abban, hogy közvetlen kapcsolatot teremtsenek egymás közt, így mindig a maximumon pörgethetjük őket és kihasználhatjuk a bennük rejlő potenciált.
Ha többet akartok tudni a MateBook 14-ről, csekkoljátok a leírásban található linket. Nagyon reméljük, hogy tetszett nektek ez a videó, ha így van, akkor feltétlenül dobjatok rá egy lájkot, hasonló tartalmakat pedig iratkozzatok fel a csatornánkra és nyomjátok be a csengőt is. Hamarosan újra találkozunk, addig is vigyázzatok magatokra, sziasztok!